stabil csapatként, alázatosan és szerényen, de profi módon működjünk a OTP Bank Liga 2019-2020-as bajnokságában. Bognár Péter szakosztály elnök ezeket a célokat tűzte ki a szombaton kezdődő szezonban. Továbbra is csak magyar játékosokkal szeretnék ezt elérni. A 6 hetes felkészülés alatt 9 edzőmeccset játszottak. A 6 győzelem és 2 döntetlen mellé egy vereség is becsúszott az utolsó felkészülési meccsen. Tudom, hogy elvárás növelnek ez a 9 meccs után, de én csak azt szeretném mondani, hogy jó úton haladunk, hogy sokat megcsináltunk, de ugyanannyi még van. Szóval sok munka vár még, hogy legyünk olyan, amit én szeretném. A 6 év után a paksi kispadra visszatérő vezető edző és játékosaik eredményre éhesek. Az ügyvezető a célokat illetően óvatosan fogalmazott. Majd egy 10 fordulóval a bajnokságnak az eltelte után, tehát amikor nagyjából lemegy az első kör, akkor én azt gondolom, hogy akkor már lehet látni, hogy hova valók vagyunk. Biztos, hogy erősebbek lettünk, komoly játékosok érkeztek hozzánk. Böde Dániel a Ferencvárosból 7 év után igazolt vissza anya egyesületéhez. A Paks vezére motorja lehet. A hangulat az tényleg kiváló. Ugye csak magyar játékosokból állunk, egy a nyelv, egy a cél. Úgyhogy mindenki nagyon motivált, tényleg. Öröm az jönni nekem is. Holzer Ádám kapus is a Fradiból igazolt az Atomvárosba, míg a 23 éves Osváth Attila a Puskás Akadémiától érkezett a paksi védelembe. Haraszti Zsolt ügyvezető arra is kitért, hogy az augusztus végi átigazolási időszakban még lehet játékos mozgás a paksi keretben. A stadion építésről Balogh Judit ügyvezető elmondta, jó ütemben halad. A paksi FC szombaton Kisvárdán kezdi meg a bajnoki menetelést. Első hazai meccsük augusztus 10-én a budapesti Honvéd ellen lesz a Fehérvári úti stadionban.